Kérem szépen, a lerakásunk megtörtént, úgyhogy indulunk. Szépen kihatalunk innen. A hétvégén nagyon-nagyon jól telt, jó csendes volt. Ez az utca, ugye Zsák utca. Nagyon jókat aludtam, jókat pihentem. Most pedig ugye szépen leraktunk. Fél 80, ez a hazamenős hetem. Vagyis igen, pénteken már 45-ösre kiszállok. Mármint, hogy hétvégére hazamegyek. Úgyhogy megkezdjük a rövid hetet. És most pedig megyünk a második számú lerakóra. Majd pedig le 30 km-re van innen. És ott aztán megszabadulunk az összes árutól, ami még az autón van. Aztán már üreset is jelentek, és majd látjuk, hogy merre, hogyan tovább. Minden esetre most itt vagyunk Koltfurtba. Volt egy foci meccs a hétvégén, hát akkor volt egy kis zajongás, de azon kívül semmi extra. Nagyon szép itt balra ez a fa. Szépen le van vágva. Aztán meg esett az eső, úgyhogy olyan nagyon nagy kirándulásokban nem mertem vele vágni, mert nehogy megázzak. De nem baj, eltöltöttem szépen az időt, beszélgettem a családdal, filmeztem, pókereztem. Elment az idő gyorsan, jókat aludtam. Frissen, függvén, üdén, kipihentem, fiatalosan vagyok, most kezdjük a hetet. Jó a kedv is, mert pénteken hazamenős vagyok, nem kiszálló, csak hazamenős. Nagyon-nagyon jó volt az itt lét. Szeretem egyébként is az ilyen itt léteket, mert ez ilyen ipari park szerűeket, ahol nyugodtan tud lenni az ember, mert nem indítgatnak mellettem. Senki nem volt a közelembe se. Olyan jókat mindentem, hogy meg. Itt visszatértünk az A14-re. Van, átmegyünk alatta, aztán fordulunk is balra, aztán fölcsörünk rá és megteszünk rajta 26 km, 28-ra pedig már ott lesz a következő lerakónk. Úgyhogy nem kell sokat mindeszedni. Itt már megyünk is föl. Nézzük felé az A14-re. Persze a forgalom is enged minket, mert aztán most jönnek szépen egyesével, de hát azért csak előbb-utóbb föl tudunk menni rá. Úgyhogy irány 26 km az A14-en Ausztriában. Szépen lefaradták itt a hegyet nekünk. Ne kelljen alagutat építeni. Jobbról is, balról is váltak nekünk ide egy rés hegybe. A14-en vagyunk továbbra is. Még 6 km teszünk meg a pályán, 8-ra pedig ott lesz a második, egyben utolsó lerakunk. Így utólag azt tudom mondani, hogy nem bánom, hogy nem volt hely ott a határnál, hogy nem ott álltam meg, pedig nagyon-nagyon jól pihentem, tényleg csend volt, nyugalomban imádtam. Elhagyjuk az A14-et, megérkeztünk Belkéhez,
kezdve lesne az eső. Le kéne raknunk. Na mindegy, itt bemegyünk a körforgalomba. És még 2 kilométer, aztán oda is érkezünk. Lerakunkra. Azt nézem, hogy nekünk itt el kéne mennünk. Nem, basszus. Köszite. Úgyhogy balra el kéne menni, és az meg ebből a sávból lehet megtenni. Figyelmetlen voltam, nem vettem észre. Rankweilbe érkeztünk. Nem volt az egész útra. Bekanyarodjak. Hát erre kíváncsi leszek, mert igen, csak ilyen csiribiri utakon megyünk be, bár itt vannak, úgy nézem, ilyen cégek. Visszamegyünk itt a pálya alatt. Előbb átjöttünk, most meg megindulunk át rajta, de legalább már megérkeztünk a településre. Ez már nekem tetszik, mert itt lesz a lerakásunk, az biztos. Méghozzá még 500 méter és meg is érkezünk. Reményeim szerint. Igen, az utca lesz az, úgyhogy erről kell megkeresnünk a hetes számot. Szerintem itt lesz nem messze. Igen, ott van mi. Már látom is a céget. Itt lesz a lerakásunk, és megérkeztünk. Oké, kérem szépen, lerakásunk megtörtént, indulunk. 10 óra van pontosan. A lámpa is enged minket, megkeresik a 14-est, megyünk Pullendorfba, vissza Németországba. Ami
amikor jöttem biciklivel itt mögött. Na már mehetünk is. Itt mutatja nekünk a tábla az A14-et, úgyhogy arra fogunk menni. A kollégák raknak le itt a Arvázláncnál, és nem tudnak bemenni. Na pedig megyünk föl itt az A14-re. Voltam ilyen közel, nem is tudom miért arra vitt minket a navigáció, nem mindegy. Nem, mert itt 3,5 feles tiltás van. Menjünk vissza Bregenznek. Szépen fölcsülünk a 14-re, aztán már haladunk is rajta. Az a helyzet, hogy 115 kilométerünk van. Úgyhogy szépen beleolvadunk itt a az A14 forgatagába, irány a határ. Addig 35 kilométer. Érkezünk az alagút bejáratához. Ezen a kis hegyomladékon megyünk itt át, aminek a tetején van az a gyönyörű. Hát templom is, az úgy látom, meg egy fogadó, jól látom. És egy eléggé hosszú alagúton fogunk most átmenni, amelynek a másik felén már sokára Németlapát lépünk, 6800 méter hosszú alagút. Hát akkor fújjunk be. Megérkeztünk a határa, hát ide nem fértem be bal oldalra, a pihenőhelyre. És ez itt van a határtól nem messze, úgyhogy most lépjük is a határt. A14-ből immáron lesz 96. 3 km után hajtsd le az autópályáról. 96-os számú pályán robogunk most 3 km, utána aztán elhagyjuk. Lehetünk az autópályáról, innen már mindezen tesszük meg a tárnak a zömét. A Bódeni tó már megyünk végig.
250 méter után fordulj balra. Itt a lámpán elfordulunk balra. Mehetünk 24 km-t egy körforgalomig. Fordulj balra. És ha valami érdekesség lesz, vagy település, akkor jövök. Hafenbe érkeztünk. Hát itt elég ritkásan fogom megmutatni a dolgokat, mert úgy néz ki a történet, hogy el kéne mennünk ott jobbra, aztán eléggé tele vannak itt az autó. Hogy mehetünk. A következő lehetőségnél fordulj jobbra. Fordulnék, ha mennénk. Megjött úgy a munka, hogy most már látom, hogy 4 felrakóm lesz, ugyanúgy 4 lerakóval. És Ausztriába fogunk majd menni. Legalábbis úgy fest a dolog. Pedig kanyarodunk itt majd a Bódani tó mellett fogunk menni. De majd csak a lámpa is enged minket. A lámpa enged. Friedrichshafen nézhetjük meg. Közelből. És innen szokott felszállni ez a léghajó, amit bejárja a Bódeni tónak a területét. Látjuk-e, de láttam már kiírva a Zeppelin nevet. Ez a lámpa is megfog minket. Mehetünk is. Még épp, hogy átfértem rajta. Valószínűleg a következő meg majd megfog minket. Mivel itt 30-as korlátozás van, este 10-től reggel 6-ig, ezért aztán telerakták trafipaxszal, például itt is egy. Mérik elég sűrűn a sebességet, érdemes betartani,
nem jó azt fizetni. Már itt van a tó mellettünk, nem olyan nagyon messze, egy pár utcányira, igen, néha már hátát látni itt az utcán, és akkor már elnyújtunk a tó. Itt van a tó, nem messze, Friedrichshausent hagytuk el, és itt már azért látszik a fák mögött, mondom, nincsen messze tőlünk. Csak hát ilyen dzsindzsásátok van. A következő településünk Kichubak. Még 39 km és érünk a felrakóra. Reményeim szép kis település, ami szintén tele van lámpával, meg is fog minket. Egyes főút. Kisbakot elhagyjuk. Mestatjon. Aknóba érkezünk. És itt nincs időkorláthoz kötve a 30-as. Túllépted a sebességhatárt. Itt aztán ténylegesen 30-szal kell menni. Betartani, mert mindenhol trafipax van, például itt is egy. Első felrakótól.
virágok, gyönyörű kertek. Továbbra is 30-as. Túllépted a sebességhatárt. Igen, de itt már vége lesz a településnek, úgyhogy mehetünk. Hát itt van a Bódeni tó. Minden szépen látszik. Egyes főúton jövünk. Kicsit följebb vagyunk most, meg nincsen település, nincsen fák. Nagyon szépen látni a tavat. Nem sokára fordulunk is el. Tehát már nem is lesz látható. Dobunk egy jobbost. 19 kilométerre vagyunk az első felrakontról. Hát lassan megérkezünk a felrakóra. Elhagyjuk Hattenweilert, és Strasz következik. Hát ez még gyönyörű lesz, hogyha nem ott lesz a felrakó. Na mindegy, megyek, aztán megnézzük, hogy most itt mi van, mert most már bizony itt kéne, hogy legyen a cég valahol. Attól függetlenül lehet, hogy itt van, csak én nem tudom, de úgy néz ki, hogy itt be kell mennem arra, és akkor, hát ha minden igaz, akkor megérkeztünk. Itt lesz a felrakásunk. Hát kérem szépen, felrakásunk megtörtént, mehetünk szépen tovább. Menjünk a második számú felrakó felé. Elhagyjuk a települést. Elhagyjuk Strasst. Már megyünk is szépen tovább. Szép tájakon megyünk. Nem tudom, mikor érek meg, hogyan fogok érni oda majd. Már most tudom, mert azt hiszik, hogy hát nem tudom, hogy ez repülő volt. Hát, na mindegy. Megyek, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan tudok haladni. Remélhetőleg 15 óráról oda kéne, hogy érjek. Hát szerintem az nem fog menni, de hát majd meglátjuk. Településre érünk, melynek neve Denkingen. Pályát érjünk, azt akkor talán tudok haladni is. Hát mert van egy 255 kilométer, nem is tudom, hogy hogyan gondolták ezt. Pánik, megyünk szépen, aztán majd utána is. Neubrunn, Neubrunn.
Hát azért nem egy nagy település, mondja, vége is van. Itt már robogtatunk is. Schweilerbe érkeztünk, hát hol találkozik a két autó? Természetesen a kanyarba. Megoldottuk. Szép kis templomjuk van. És aztán a település vége, következő település Frungen, szép is balra az a templomtorony. Fabetétes házak se csinják. Például ez egy útonság. Elhagyjuk Frungen, Wilhelmsdorf következik majd két ideg. És jöttünk ma Derweilerbe. És Wilhelmsdorfba. Elhagyjuk Wilhelmsdorfot. Következő településünk Düsseldorf. Düsseldorf. Követjük a főútvonalat. Van tartott kis templom. És a házak se kutyák, szépen rendben vannak tartva. Vége a településnek, már mehetünk is hova. Assenweilerbe érkezünk. Úgyhogy nekik is. Na mindegy, aztán hagyjuk el a települést. Már mehetünk is tovább. Jó messze van, 218 km egyenbe érkeztünk.
hagyjuk is el azt, menjünk szépen tovább, hát majd érkezünk a kóra. Érkezünk, most nem holnap reggeli felrakó lesz, mert meglátjuk, hogy ott lesz nekem. Következő településünk Burgenzell. 300 méter után, hajts keresztül a körforgalmon, hajts ki a második kijáraton. Hajts keresztül a körforgalmon, második kijárat. Szép kis körforgalom, szó se róla. Almak, kukli. Van eladó, gondolom. Burgenzellt elhagyjuk. Ilyen kis csiripiri falvakon menjünk keresztül. Gossettweiler. Már vége is van. Megérkeztünk a 30-as számú autóhoz. Tarts jobbra! Úgyhogy ha itt vagyunk, akkor már hajtunk is jobbra rá. Mivel az autót legalább lehet menni rajta 80-nal. Úgyhogy ezen megyünk most szerintem a 8-asig. Persze természetesen közben azért pulmon átverekedjük a rajzbe, úrrendbe érkezünk. Felel meg, úgyhogy megyünk szépen tovább egyenesen. És hát nem hiszem, hogy odaérek. Úgyhogy az mai holnap reggeli felrakó lesz. És ide írták nekem, hogy ugye ezt jeleztem nagyjaim felé, hogy ez lehetetlen. Már kaptam is a választ, hogy még a harmadik is mai lenne. Hát legyen. Én megyek, azt csinálom, azt majd meglátom. Érdekes egy múzeum. Van itt jobbra. Jobb a fa. Erwin Heimer Múzeum. Megnézzük, hogy mik vannak benne. Hát van ebben autótól elkezdve lakókocsi. Mindenféle ilyenek. De hát ez egy ipari park rész. Mehetünk tovább. 178 km-t van még vissza. És hát még előttünk Ulm, meg a 8-as, meg még minden egyéb. Na megérkeztünk szépen ide a 7-es számú autópályához. Tovább több mint 5 kilométert, hajtsd le az autópályáról. 5 kilométert, aztán rákanyarodunk a 8-as számú pályára. Még 112 kilométerünk van vissza, úgyhogy robogunk. Elhagyjuk a 7-est, rákanyarodunk a 8-asra. Tarts jobbra.
megteszünk most 74 kilométert. Elhagyjuk a 8-as autópályát. Tarts jobbra. És akkor itt tartunk jobbra. Még 33 kilométerünk van. Van. És akkor haladunk valami érdekesség lesz, hogy Őrjítbe érkeztünk. Még 4 kilométer is odaérünk a második felrakónkra. Most egy kicsikét. 16 óra 15 perc van. Itt elméletileg 17-ig vannak itt, van még lehet, hogy fel is raknak. És akkor tovább tudok menni. 300 méter után kövesd a főutat balra. Lépted a sebességhatárt. Kövesd a főutat balra. Köszönöm, most másfél kilométert egy körforgalomig. Gyönyörködünk itt ezekben az épületekben, szépen meg vannak csinálgatva. Meg hát a virágzó bokrokba. Őrjidet elhagyjuk. Egy 800-at egy körforgalomig. Robenhausen érkeztünk, ami jó nekünk, mert itt lesz a felrakásunk. Körforgalom. Hajtsd ki az első kijáraton. Kilométer azt ott leszünk. Háromszáz méter után kövesd a főutat balra, majd fordulj jobbra.
mennünk a sínek alatt. Kövesd a főutat balra, majd fordulj jobbra. El is hagyjuk a települést, megyünk még egy kilométert, aztán ott is leszünk. Ha megérkeztünk, itt lesz a felrakásunk, itt becsülünk egyet jobbra, aztán már a következő jöttünk. Lehetőségnél fordulj jobbra, majd érkezés a célhoz a jobb oldalon. Megjöttünk. A rakás megtörtént. Most kell mennünk a harmadikra. Hát az is mai felrakó lenni, de hát szerintem az is... Hát már lehet, hogy még ott lesznek, mert az viszont 17 órás felrakó, úgyhogy lehet, hogy azok tovább vannak. Minden esetre meglátjuk, szépen megyek, aztán majd Rovenhausenbe érkezünk visszafelére is. Menjünk szerintem vissza arra, merre jöttünk. A következő lehetőségnél fordulj balra. Itt kapunk 4 paletta árut. Tehát, hogyha a harmadik az 15 óráig van, akkor ott már nem hiszem, hogy... 400 méter után, körforgalom, hajts ki a második kijáraton. Mindenféleképpen elmegyek odáig, aztán majd meglátjuk, hogy ott lesz-e hely, vagy nem. Ha 3 óra 20-as vezetési időben vagyok, hát nem tudom, hogy... Egy óra alatt oda kéne érni, 49 kilométer. Hát meglátjuk. Körforgalom. Hajtsd ki a második kijáraton. Előre jobb vagyunk, itt elmegyünk balra. Kezőbe is kapunk, ott meg 3 palettát kapunk. Hát... Én nem is tudom, hogy hogyan lesz, már meglátjuk. Egyelőre jók leszünk, aztán majd utána következőben kapunk 10-et. Na mindegy, itt megteszünk most 2 kilométert, majd érkezünk. Visszafele is. A sebesség határt. Jól beszéltem. 30-al megyünk. Megyünk vissza, itt már fordulunk is jobbra. Weichenriedbe érkezünk. Kis mikrotelepülésre. Már vége is van, már mehetünk is szépen tovább. Víz
Eisenfeldbe érkeztünk. Hát az a helyzet, hogy lassan 4 órás vezetési idővel vagyok, de 18 km múlva elméletileg odaérkezünk. A harmadik felrakóra. Aztán nem tudom, hogy ott foglalkoznak-e velünk, vagy nem. De megpróbálok ott maradni, és akkor ott eltöltjük az éjszakát, hónap reggel felszórjuk az árut, aztán utána megyünk a negyedikre, és amikor a negyedikre is végeztünk, akkor pedig megyünk talán nem messze az A3-astól, és akkor megyünk a Passaunak, és úgy arra Szentpölten környékén lesz a az első lerakónk, aztán meg majd kiderül, hogy a többi merre, meg hogyan. Ne szaladjunk ennyire előre, menjünk egyelőre el ide a harmadikra, aztán hogy ott meg tudok állni, akkor már jók is vagyunk. A csajszik előszeretettel vezetik a buszt. Akar fölmenni ide a járdára. Weisenfeldbe érkezünk. Nem csak fölmen. Itt pedig lámpahálja az utunkat. Na, megmozdultunk egy kicsit. Elmenjünk még arra. Nem is lámpa fogta a forgalmat, hanem ez a stop tábla, mert itt ugye eléggé megy a forgalom. Innen most senki. Onnan viszont jönnek. Várjunk is. Regensburg felé a 300-ast követjük. Nézem bőszen, úgyhogy itt már fordulunk is mindjárt jobbra. Bejött szépen eleje hátulja. Megteszünk most 15 km, 16-ra pedig már ott lesz elméletileg a harmadik felrakó. Úgy néztem, hogy az valami maszekház. És ha az, akkor szerintem föl is rak. Attól függetlenül lehet, hogy ott maradunk. Először legyünk túl ezen a településen, aztán onnantól kezdve már jók leszünk. Még mondottam, hogy 15-öt megyünk, aztán valahol ott is leszünk már a felrakó környékén. Holnap utáni lerakók ezek, úgy néztem. Legalábbis, ha jól láttam. Na, haladunk, aztán meg. Érkezünk egy gyönyörű folyóhoz. Nem is tudom, hogy folyó ez, inkább egy tó. Csak van egy átkötő része, mert aztán kisebb tavak vannak itt balra. Na mindegy, szóval léptünk, szép helyeken járunk ismét. 10 kilométer és odaérünk a harmadik felrakóra. Hát kérem szépen, itt nekünk be kéne fordulni jobbra. Ez egy olyan csiribiri utca, hogy... A következő lehetőségnél fordulj jobbra. Nem is úgy néz ki. Meglátjuk. Megteszünk még egy kilométert és ott is leszünk.
a harmadik felrakópunk. Hát valahol ez itt lesz ezeken a... 400 méter után, fordulj jobbra. A településeket, vagy nem tudom, hogy megmondjam ezt. Hát kéne oda bemenni. Jó, hát gyakorlatilag ott van a... Ott van az, mutatja nekem. Bemegyek legfeljebb, majd ott megfordulok, nem is tudom, beférek én. A következő lehetőségnél fordulj jobbra. Há, igen. Megjöttünk, itt lesz a felrakásunk. Kérem szépen, felrakásom megtörtént. Sikerült. És én itt fogok maradni éjszakára, megengedték. Azt mondták, hogy maradhatok nyugodtan. Ide szépen félreállok, aztán itt lesz az éjszakánk. Köszönöm, ha ma is velem tartottatok, néztétek a videót. Mindenkinek minden jót. Béke legyen veletek és szereteitekkel. Holnap pedig majd innen fogjuk folytatni. Van egy portkeverek, én itt ez nem annyira jó, de hát na majd itt fogok kimenni aztán holnap. Úgyhogy sziasztok!